Több száz román nacionalista ünnepelte tegnap Bukarestben Budapest megszállásának 100. évfordulóját. A felvonulást a Nemzet útja civil egyesület szervezte, amely kapcsolatba hozható a júniusban az Ózvölgyi katonatemetőnél történt incidenssel. Beszarábia, Románia, Trianonhoz az út Budapesten keresztül vezet. Csak egy pár rigmus a ruszofób és magyarofób nacionalisták felvonulásáról. A résztvevők egy része népviseletben, mások korabeli egyenruhákban román zászlókkal vonultak fel. Ünnepségük során megkoszorúzták a bukaresti első világháborús román diadalívet, majd a kormányszékháza elé vonultak. A mindmáig megosztó témáról román és magyar történészt is megkérdeztünk. Lucian Szekelián szerint nem lehet megszállásról beszélni, hiszen a román hadsereg a tanácsköztársaság megbuktatása után rövidesen elhagyta Magyarországot. Románia veszélyben volt, annak ellenére, hogy ígéreteket kapott Franciaországtól és a szövetséges erőktől is. Két viszonylag veszélyes szomszédja lett, a terjeszkedő Szovjetunió és persze Magyarország, amely román szempontból revizionista politikát folytatott. Romsics Ignác Erdély elvesztése című kötetében több okot is említ, amiért a háború magyar szempontból tragikus kimenetelű lett. A neves magyarországi történész szerint a román hadsereg budapesti bevonulásánál nagyobb trauma volt Erdély, Felvidék és Délvidék megszállása ellenséges csapatok által. Ez mind traumatikus élmény volt az akkori magyarok számára, akár Budapesten élnek, akár Kolozsváron, akár Újvidéken, vagy Kassán. Úgyhogy ehhez képest az, hogy 1919. augusztus elején elfoglalták Budapestet, és tegyük hozzá a maradék Magyarországnak kétharmadát, ez kvázi letargikus állapotban találja már az itteni magyarokat. A történelem később megismételte önmagát, Budapestre immár a szovjetekkel szövetségben 1944-ben is bevonult a román sereg, ezt követően pedig mindkét ország történelmében sötét korszak következett, több millió román és magyar vált a kommunizmus áldozatává.